A Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem magyar tagozata és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet november 20-22-e között nyílt napot szervez az erdélyi magyar középiskolások részére. Hát ez a rendezvény a középiskolások hosszú hétvégéje címszó alatt indult ezelőtt 3 évvel, tehát ez a harmadik ilyen rendezvényünk, ami a középiskolásoknak szól. Az a célunk, hogy betekintést nyújtsunk az egyetemi életbe, tehát hogy lehetőséget nyújtsunk nekik kiválasztani azt a szakot, ami őket érdekli. Szilágycsepről jöttem, egy Szilágy megyei kicsi városból, és azért jöttem erre az eseményre, mert kíváncsi voltam az egyetemre, és nagyon jónak ígérkezett, a magyar tanárunk hívta fel rá a figyelmünket, és a biológia tanárunk is ért el minket, 8-an jöttünk, tényleg megérte. És úgy gondolom, hogy elég nehéz döntés előtt állnak a mai fiatalok, hogy ki megtalálja magának a testhez álló szakot. És úgy gondoljuk, hogy ez a rendezvény nagy segítség nekik a döntéshozásban. Tehát eljönnek, és az első nap plenáris előadásokat szoktunk tartani, illetve ezt követően különböző tematikus előadásokat. Szombaton viszont minden diáknak lehetősége van elmenni a karukra, ki-ki érdeklődésének megfelelően, és ott előadásokat hallgatni, kérdéseket feltenni, tehát szóba állni az illető szakképviselőivel. Vasárnap igyekeztünk, hogy betekintést kaphassanak a diák életbe. Azért jöttem, mert idén nyáron eldöntöttem, hogy ide szeretnék menni egyetemre Kolozsvárra, és meg szerettem volna győződni, hogy tényleg jó lesz-e, és ki is néztem egy szakot, és ezután szeretnék érdeklődni. Eddig nagyon jó, tehát különböző tevékenységeken vettünk részt. Például voltam egy közgazdasági diák élet nevű programon, ami nekem nagyon tetszett, mert több mindent megtudhattam a diák életében.